Pécsett a református kollégiumban június 18-án sor került a 12. Kárpát-medencei rovásírás versenyre és művetségi találkozóra is természetesen. Szeretettel köszönhetjük a főszervezőt, Szakács Gábort, jó napot kívánunk, és a kategóriánkénti győzteseket, Polner Nikolettet, aki Budapestről érkezett, Dombóvári Lillát, szintén Budapestről, és Fekete Vivient, aki Morról érkezett, illetve ugye itt egy picinke helyesbítés, hiszen Dombóvári Lilla kategóriájában második lett, de csak nagyon szoros versenyben, Teknős Veronika nyert, viszont Anna Lilla annak idején a magyarországi ösztöndőt is megnyerte, úgyhogy szívből gratulálunk mindenkinek. Én már 12. alkalommal tehát, először a gyerekek, jó, hogyha nem haragszik. Ki mióta foglalkozik rovásírással? Hát én másodikos korom óta magamtól tanultam meg. Utána, mikor felsőbe kerültem, akkor volt ott egy ilyen rovásíró szakkör, és aki, hát tehát Imre László tartott, és rendszeresen vitt versenyekre, negyedik versenyem volt, és ezáltal jutottam most ki az országos döntőre. Én óvodás korom óta foglalkozom a rovásírással, a nagymamám vett nekem ilyen memóriakártyákat, és így megtanultam vele a betűket, és utána iskolában ötödikes koromtól kezdve én is Imre Lászlónál tanultam tovább. Én másodikos korom óta foglalkozom vele, a Petőfi Sándor általános iskolában, ahova járok, a Tiszáné Bencsik Mária, a napközis tanítom, keltette fel az érdeklődésemet ez iránt, és azóta tanulom ezt. A te esetedben a második osztály ugye mindössze két évet jelent, 2-3 év most már lassan. Gratulálok! Gábor, a lányok elmondták, hogy évek óta foglalkoznak rovásírással, de úgy tudjuk, hogy a rovásírás megtanulása az nem igényel túl sok időt, tehát nagyon gyorsan és egyszerűen meg lehet tanulni. Hogy van ez? Teljesen igaz a megalapítás. Ezt több száz előadás után tudom, feleségemet, Fridik Klárával, aki eleve tanárnő. Több előadást tartottunk először után a gyerekeknek, és láttuk, hogy a gyerekeknek egy tanóra után, 45 perc után fejből el kell tudni, vagy le kell tudni írni eszerűt szavakat. Ez meg is történik, még például a módvagycságoknál is tapasztaltam, amikor a kisgyerek alig beszélt magyarul és románul köszönt, ehhez képest az óra végeztével már mindent felírt, amit kellett. Roppant egyszerű, felnőtteknek valamilyen tovább tart, esetleg másfél rajta, akkor sokat mondok. Ez a világ legrégibb írása. És mert a legrégibb, a legegyszerűbből alakult ki a világi minden hasonló írásforma, ezért a gyerekeknek az érdeklődése is felkelthető, és hát bízom benne, hogy a jelenlévő nagyszerű rovásíró, azok az életben a későbbi társaikkal rovásírásra fognak előtt. És mivel versenyről volt szó, vagy van szó, milyen feltételek voltak, vagy milyen versenykírások voltak, mit kell teljesíteni? A feladatok mindig ugyanazok kialakult az évek folyamán, hiszen ez a 12. volt, még hogyha először nem is Budapesten, hanem Pécsen vállalták fel. Rovásírás és latin írás átírásról van szó, fordításról nem beszélhetünk, hiszen ugyanolyan nyelvről van szó, csak két típusú írással. Hangos olvasás, rovásírásnak hangos olvasása, van rovásírásos emlékeknek a felismerése, ebből korcsoportonként megkapnak egy pár darabot, tehát nem az összeset kell tudni, de végül is tudják, hogy mi az, amiről beszélünk, nem elméletben, nem most kitalált rovás emlékekről, hanem amit az évszázadok során fel tudtunk találni, és ebből meg tudtunk találni, és bizonyítani tudtunk. És van egy olyan feladat is, hogy hogyan mondjuk magyarul, amikor nem szabad azt mondani, hogy kamera, az felvevőgép, nem szabad azt mondani, hogy riporter, mert az tudósító, és folytathatnám, tehát magyarul kell tudni beszélni, és választható feladat pedig a botrolás és összerolás. Ha ilyen könnyen felkelthető az érdeklődés a rovásírás iránt, nem nehezebb-e meg is tartani az érdeklődést a gyerekekben? Mi amikor elkezdtük ezeket a versenyeket 2000-ben, akkor tartottunk attól, hogy van egy érdeklődési felfutás, aztán majd elül a dolog, mert elveszti az érdeklődését, vagy az újszerűségét. Ez nem így történt, hanem éppen az, hogy most már Burgenland Örvidék kivételével az egész történelmi Kárpát haza képviseli magát, és jövőre már a módvagycsángók is fognak jönni a versenyre, és már Németországot cserkész is érdeklődik. Tehát nem történt visszaesés, hanem folyamatos érdeklődés van. A jelenlévő gyerekek, tanulók elmondhatják, hogy
a népszerűségnek örvendez, és egyszerűen senki nem gondol arra, hogy ő abba hagyja azért, mert nem ő lett az első. Tegyétek is meg, hogy beszéltek egy kicsit arról, hogy a ti érdeklődéseteket mi tartja mégis a rovásírás mellett. Ugye több éve foglalkoztok már mindannyian ezzel. Mi az, ami még mindig vonzó benne? Nekem, hát úgymond így nem, soha nem gondoltam, hogy egyszer abba hagyom, és így ez így van, és tudom, és így nem. És ápolod ezt a tudást? Igen. Hát igen, a hagyományőrzés, meg már a mindennapi részévé vált. Ezzel így együtt élek, és így ápolom, és ugyanúgy így. Úgy tudom, hogy Vivien, te? Én mindig felfedezek benne valami új érdekességet, és ez így tovább élteti bennem, hogy tanuljam ezt. Vivien, és amikor te hazamentél, ugye június 18-án volt a verseny, hogy fogadtak otthon? Hát nem gondolták volna, hogy ilyen sokan leszünk, és hogy ilyen nehéz feladatok lesznek, de szerintem nem voltak nehezek, és hát könnyen meg lehetett őket oldani. Ki gratulálni kellett? Hát a szüleim. Igen. És utána az egész család jött és gratulált. Tán a város vezetője én is gratulált tudom, neked. Hogy még, hát, bárki, hát ezt szeretném hallani. És még a polgármesteri hivatalba is meghívtak, és egy polgármesteri elismerő lapot kaptam. Hát gratulálunk hozzá. Hogy az előbb említetted, hogy te mindig újabb és újabb dolgokat fedezel fel benne. Mondd el nekünk, hogy mi az. Hogy például lehet összerólni is, és a sok rovás emléket megfejteni, és leírni őket, esetleg írni rovás írással. Van olyan barátod, vagy osztálytársad, akit te avattál be mindezek rejtelmeibe? Hát igen. Ketten, hárman is vannak már. Úgy tudjuk, hogy megkapják a kellő támogatást Szakács Gábor ehhez a versenyhez, illetve ez már egy mozgalom, ez már nem csak egy verseny. Ez pontosan is, mivel lényegében az egész Kárpáthoz, a Kárpát-Perencei Magyarságot összefogja, annak ellen, hogy örvendetesen látjuk, hogy az alaptörvényünkben megjelent az összetartozás napja, június 4-e, a rovásíróknál ez már 10 éve az összetartozás napja, hiszen összehozza azokat a rovásíró gyerekeket, akik ezzel foglalkoznak, és mint hallottuk, ha egyszer valakibe belekóstol, ezt nem fogja abba hagyni. Lehet, hogy nem használja az élet minden területén és minden nap, de ha egyszer megtudta, hogy ez mit jelent, akkor már ettől nem tud elszakadni. És a támogatásra tényleg annyit tudok mondani, hogy először fordult elő a rovás verseny történetében, egyáltalán a magyarországi rovás verseny, vagy a rovás írás történetében, hogy az oktatáspolitika felvállalta a támogatását, és dr. Hofmann Rózsa, oktatási felelős államtitkár egyrészt a fővédnöki megkeresésünkre igen mondott, ami már megtiszteltetés volt, az pedig, hogy írásban üdvözölte a versenyt, hát ez meg álmunkban nem gondoltunk volna erre, ez bíztatás szerint arra, hogy a jövőre nézve, hogy az oktatás valamilyen szinten ezt felvállalhatja a tanterben, de erről még korai lenne beszélni, de mindesetre elutasítást nem kaptunk arra, hogyha szeretnénk, hogyha bekerül a nemzeti alaptanterbe. Köszönjük szépen, és hogyha már hagyományokról volt szó idáig, akkor bőrizzük, és ahogy csillog a gyerekeknek a szeme, hát küldjük nektek a csillagszemű. Sok sikert továbbra is. És van egy üzenetünk még a csillagszemű tánc együttes előtt és a somogyi üveges előtt, Kaliforniában, Long Beach-en, Kemencei Piroskán születésnapján. Nagy szeretettel köszöntik szerető szülei Magyarországról.